Eszterházi Podcast. Köszöntöm a Tittel Podcast hallgatóit. 19. alkalommal üdvözlöm mindazokat, akik kíváncsiak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem könyvtárának életére, eseményeire. Ez a 19-es szám jelzi egyrészt, hogy több mint másfél éve havi rendszerességgel jelentkezünk a Tittel Pál könyvtár híreivel. Másrészt azt is, hogy podcastünk nagykorú lett. Ez egyben változást is jelent. A korábbi értékeket megtartva havonta jelentkezünk, továbbra is könyvtári témával, azonban a megszólalók számában már biztosan szabadabbak leszünk. Példa erre a mai beszélgetés, ahol az eddigi két megszólalónk helyett most egyet köszöntök. Az Egyetem Pedagógiai Intézetének szakértőjét, Zentai Péternét, aki a gyakorlóiskola tanára is egyben. Én Laskai Anna vagyok, a Tittel Podcast szerkesztő műsorvezetője, a könyvtár szaktájékoztatója. Ibolyával nagyon régi már a kapcsolatunk, és nagyon nehéz is volt egy olyan fő témát kiválasztanunk, amiköré a mai beszélgetésünket szervezzük. Azért mégiscsak sikerült, hisz az egyetem életében és történetében nagyon-nagyon fontos a pedagógus képzés. Éppen ezért az, hogy a pedagógus képző központ itt működik a líceum épületén belül, és a Tittel Pál könyvtár részlegei is itt vannak, önkéntelenül is, mivel a mi fő profilunk az oktatás és kutatás támogatása, vannak közös rendezvényeink. Rengeteg a tervünk is, de azért egy picit kezdjük a múlttal. Hogy látott te mindezt a pedagógiai intézet oldaláról? A pedagógiai intézetünk, ugye, amelyet az egyetem még 2013. szeptemberében hozott létre, egyik nagyon fontos feladata az, hogy módszertani tanácsadást ad, szaktanácsadásos alkalmakat szervez, egyrészt a pedagógusokat, és hát ide tartoznak a könyvtárpedagógusok, és természetesen összefogja és tanácsadással segíti a munkájukat. Ez a szakmai szolgáltatás, ez folyamatosan jelen volt az életünkben, és most a pedagógus képzőközpont szakmai szolgáltatásaként folyik tovább ez a tevékenységünk. Különféle műhelyeket szoktunk szervezni, tanácsadást folytatni, ami valós segítséget nyújt az iskolai könyvtáraknak és az iskolai könyvtárban dolgozó könyvtáros tanároknak. Az iskolai könyvtárosok felé próbáljuk azt közvetíteni, hogy van egy fantasztikus jó egyetemi könyvtár, vagy főegyházmegyei könyvtár, vagy akár megyei könyvtár. Tehát, hogy az iskola falain kilépve el tudnak ezekbe a gyűjteményekbe menni, és tudják a diákjaiknak azt közvetíteni, hogy a mai világban ugye nem csak az interneten keresztül lehet információkhoz jutni, amelyeket ezek az intézmények is természetesen adatbázisaikon, szolgáltatásaikon keresztül ők ezt nyújtják, hanem hogy ezekbe látogassanak is el. De nem csak az a célunk, hogy az iskolai könyvtárosoknak, vagy a könyvtáros tanároknak ezt elmondjuk, hanem hogy a pedagógusok felé is közvetítsük. Azt, hogy az iskola falain kilépve kultúrát, műveltséget tudnak közvetíteni ezek az intézmények. És meg is érkeztünk ahhoz, hogy mi pedig az egyetem könyvtáraként, akarva, akaratlanul is, de hát mindig nagy örömmel üdvözöljük egyébként a kezdeményezéseket, részesei vagyunk ezeknek az eseményeknek. Te mi az, amit kiemelnél? Például volt egy tehetséggondozó pályázatunk, ami az anyanyelvi tehetség területre fókuszált, és ezen a területen tehetséges diákokat fogtunk össze, végig vittünk egy tehetséggondozó programot, és ennek keretében például eljöttünk a Tittel Pál könyvtárba megnézni itt a gyűjteményeket, különféle játékos fordulókon vettünk részt, a szótárakat kellett megnézni, ugye, mert természetesen nagyon sok minden már online elérhető, de az, hogy itt a könyvtárban kézbe lehetett fogni, és akkor ezekbe bele tudtak nézni, és vetélkedőkön tudtak részt venni. Az is nagyon fontos, hogy például a tehetséggondozásban igazából az a tanuló, vagy az a csoport, vagy az a pedagógus hogy tudna tovább lépni. És nagyon sokszor nem biztos, hogy a pedagógus tud ebben igazából segíteni, mert egy információ, egy szélesebb látókör, azzal valóban nagyon sokszor ugye a könyvtáros rendelkezik, és ezért érdemes megkérdezni, hogy hol lehet tovább lépni, mik a következő pontok, hol lehet még akár online, akár pedig könyvben keresztül más információhoz jutni. Mi tagadás, nekünk is nagy sikerünk volt, amikor éppen az egyetem által meghirdetett versenyen a gyakorló iskolások győzedelmeskedtek úgy, hogy a könyvtárba jöttek el felkészülni, illetve mi adtuk meg mindazt a segítséget, ami a projektben való gondolkodáshoz és a projektfeladatok megvalósításához szükséges. Ez mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés volt, úgyhogy azon vagyunk, hogy a Nemzeti Tehetségponthoz megírt pályázatokba beépíteni a programon kívül, akár szabadidős, akár ilyen lazító
programokat, vagy pedig a helyi kulturális intézményeket, vagy egy helyi könyvtárat, mint a Tittelpál könyvtár meg lehet látogatni. Ez mindenképpen fontos együttműködés. Aztán az nagyon fontos még, hogy a iskolában szervezett, akár ilyen tematikus hetekhez kérni a könyvtárnak a segítségét, vagy például az iskola csatlakozzon a múzeumok éjszakájához, és akkor azokra a programokra, amelyeket a könyvtár meghirdet, az iskolából át tudjanak jönni, úgymond a diákok. Találkoztunk már mi is, Ibolya, amikor emlékszem, hogy barokk órát tartottam nektek a Főegyház megyei könyvtárban, és ott is evidens volt, hogy a könyvtár gyűjteményére alapozva, és abban a gyönyörűséges könyvtári térben, amelyet Eszterházy Károly álmodott és valósítatott meg, ott mutatjuk meg azt, hogy mi is a barokk, mi az, amit láttatni szeretnénk ennek kapcsán, és én is mindig azt látom, hogy ez az élményszerzés, ez nagyon-nagyon fontos. Igen, hát nagyon-nagyon fontos lenne, de én onnan indulnék, hogy egyébként pedig az első feladatunk és az első missziónk, így a szakmai szolgáltatások között azt, hogy egyáltalán erre lehetőség van. Mert azt azért hozzá kell valóban tennem, hogy nagyon korlátozottak, úgymond az iskolai könyvtár vagy az iskolai könyvtárosnak a lehetőségei arra, hogy a tanórákból vagy egy nagyon kötött szervezeti rendből az iskolából ugye kimozdítson tanulócsoportokat, és ahhoz nagyon agilisnek és nagyon céltudatosnak kell lenni a könyvtáros tanárnak, hogy a saját tantestületében és a pedagógusok között népszerűsítse ezt a programot. Az, hogy a pedagógusok mennyire tudnak ugye ezekhez a könyvtári szolgáltatásokhoz csatlakozni, a könyvtáros tanártól nagyon sok minden függ. És egy picit azért indítottam messzebbről, hogy nagyon sok pedagógus nem is figyel föl rá, vagy annyira közvetlenül nem figyeli. Tehát, hogy a könyvtáros tanárnak óriási a közvetítő szerepe abban, hogy a saját tantestületében azt, hogy a könyvtár mit tud segíteni a saját szaktári órája megtartásához, vagy a versenyfelkészítéshez, vagy akár egy program, vagy egy tematikus hét megszervezéséhez, ezt akár a pedagógusok felé is mi az iskolai könyvtároson keresztül tudjuk közvetíteni. És nagyon fontos, mert például azokon a műhelyeken, vagy szakmai workshopokon, ahol a könyvtáros tanár van, elmondják, hogy valóban meg kell adni a rangját annak, hogy a pedagógusok felé ezt a szolgáltatást és ezeket a lehetőségeket közvetítse. És innen kellene kiindulni minden iskolából, hogyha van egy nagyon agilis, egy nagyon céltudatos könyvtáros tanár, akkor azt tudja megszólítani azokat a pedagógusokat. Mert úgy egyébként a pedagógusok gondolkodásában valóban ott van a nagy tisztelet a könyvtár iránt, akár a Tittelpár könyvtár iránt. Tudják is, hogy ott nagyon csodálatos dolgok történnek, ugyanakkor annyira be vannak szorítva abba, hogy kötött a tanórák rendje, nagyon nehéz kimozdítani a csoportokat, óracserék, stb., hogy nagyon-nagyon kell a pedagógusokat ébrezgetni arra, hogy jöjjenek el és lássák meg, hogy a tanórájára, illetve az előbb felsorolt tevékenységekhez mi minden pluszt tud adni egy külső helyszín. És hogyan segíti a munkáját, mert ugye mindig ez a célunk. Igen, így van. Örülök, hogy a könyvtáros tanároknak szervezett műhely egyre többször szóba kerül. Egy kicsit bontsuk ezt ki, hogy hogyan zajlik. Én magam is voltam már ugye ennek részese, és nagyon örülök, hogy már korábban is említetted ezt, hogy mennyire fontos, hogy a könyvtár az az ismeretszerzés, de a pihenésnek is a helyszíne. Azért is hozom ezt most ide, mert egy kicsit azt érzem, hogy az általad és az intézet által szervezett könyvtáros tanári műhelyek mind a kettőt szolgálják. Mindig cél az, hogy egy picit megpihenjenek, és valóban a könyvtár egy kicsit a rekreáció helyszíneként is megjelenhessen, de ugyanennyire fontos ezeken a programokon a szakmai ismeretek szerzése. Ez mindig egyértelmű, és kettős a célja. Egyrészt ugye közösséget építeni szeretnénk, és egy hálózatot. Azért általában egy intézményben adottak a feltételek, mindig egy könyvtáros tanár van. Mint ahogyan szakosból is egy kisiskolában egy matematika szakos van, vagy egy magyar szakos, és nagyon egyedül tudja érezni magát. És az, hogy akármilyen nagy az intézmény, általában egy könyvtárpedagógusa van. És őnek olyan speciális a területe, hogy nem tud másokkal kapcsolatba lépni, csak akkor, hogyha másik intézményből egyszerűen megteremtjük a lehetőségét, hogy találkozzon könyvtáros tanárokkal. Tehát ez nagyon fontos, hogy ő ott találkozzék, és szakmailag épüljön. A könyvtáros tanári hivatás az egy komplex
hivatás. Nagyon komplex olyan szempontból, mert egyrészt a könyvtár szakmai ismeretekkel rendelkeznie kell, tehát hogy hogyan gyarapít, hogyan épít adatbázist, stb. Tehát könyvtár szakmai feltételeknek is meg kell felelni, egyébként pedig pedagógusnak is lennie kell, és ezt a kettőt kell úgymond összhangba hoznia, és rengeteg kihívással kell szembenéznie. És ez az egyik nagyon fontos célja, hogy ezekről a szakmai kihívásokról, kérdésekről beszéljünk. Külön módszertana van természetesen nyilván a tantárgypedagógiája, mint minden szaknak, de a könyvtáros tanárnak, a könyvtár használati órák felépítésének, amely lehet tanórán, lehet délután, lehet kis csoportban, bárhol, azért ezt igazából csak a szakmabelivel tudja nyilvánvalóan megbeszélni. Tehát elsősorban az is a célja, hogy a szakmabelivel szakmai kérdéseket megbeszéljen. Másodszorban pedig, amit az elején említettem, hogy nagyon egyedül tud lenni ezekkel a szakmai kihívásokkal, és mi kollégák azért, amikor néha így összeültünk, meg is állapítottuk, hogy az első néhány perc mindig egy kicsit lelki gondozás. Mert ott mindenki végre elmondhatja, mert az iskolában a matek szakosnak ennek-annak hiába mondja, ő nem szembesül olyan problémákkal, mint amivel ő egyedül egy intézményben. Éppen ezért mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy először el kell mondani, hogy már megint ez, már megint az, és utána, amikor ez megvan, és akkor érzi, hogy nem én vagyok csak egyedül, valóban másik iskolában is ezek a gondok, azok a problémák, akkor az is nagyon fontos, hogy egymást támogatni lehessen abban, hogy a hivatást azt valóban, ha valaki komolyan veszi, akkor ugye az borzasztó sok harccal, nehézséggel jár, de hogy nincs egyedül. És ez valóban egy rekreáció magának a könyvtáros tanárnak. És utána tudja közvetíteni, amit már az előbbi gondolatkörben is mondtam, a kollégák, a pedagógusok vagy a tanulók felé, hogy egyébként pedig könyvtárba gyertek, mert itt még akkor is, hogyha online vagy digitális tananyagkeresés vagy valami információkeresés történik, de akkor is egy hagyományos hely, ahol meg lehet pihenni, ahol lehet koncentráltan tanulni, hogy ez nem az iskolai folyosó, ahol százan elmennek és ott tudsz tanulni vagy utána nézni valaminek. De ezt csak akkor fogja tudni közvetíteni, ha ő maga is a nyugodtságot, koncentrált figyelmet, a csendet, a tanulást iránti elkötelezettséget tudja képviselni. Én elhoztam magammal azt, amikor egy ilyen könyvtáros tanári, úgymond mini továbbképzésnek én is a részese voltam, és ott megmutathattam, hogy a Tittelpál könyvtár valóban mit tud nyújtani. És hogyha ebbe belenézegetek, akkor azt látom, hogy elsősorban mi valóban felsőoktatási szakkönyvtárként működünk itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen belül, de nagyon-nagyon fontos az is, hogy nyilvános könyvtári funkciókat ellátunk. Valóban hozzánk bárki bejöhet, bárki beiratkozhat, itt vagyunk Eger kellős közepén. És pontosan ezért, legalább annyira, mint ahogyan te lelkesen beszéltél róla, pusztán az olvasásnak és a könyvtárhasználatnak a népszerűsítése az egy nagyon-nagyon fontos missziónk. Ugyanígy az, hogy leendő hallgatókat generáljunk és toborozzunk az egyetem részére, és nagyon fontos az, hogy a város és a régió életének mi is fontos szereplői vagyunk, és akár a kulturális rendezvényeken, akár a szakmai programokon keresztül mi bekapcsolódunk ebbe a körforgásba. És megmutassuk azt is, hogy hiába vagyunk mi egy felsőoktatási szakkönyvtár, valóban az ovisoktól elkezdődően tudunk olyan programot nyújtani, ami akár szintérként, de akár valóban szakmailag is tudja segíteni a tanórákat, vagy az oktatási programot. Igen, a könyvtár használati órák nagyon egyértelműek, a versenyre készítés, vagy másfajta tehetséggondozás, amire te is példát hoztál, akár a tittelestéinkre ugye be lehet ülni. De azt láttam, hogy a könyvtáros kollégák és az iskolai könyvtárosok nagyon örültek annak, hogy kapnak egyfajta ilyen tárházat, vagy egyfajta útmutatást, hogy mi minden történhet itt, akár az egyetemi könyvtárban is. Így van. Minden ötletnek örül egy iskolai könyvtáros, mert minden intézményben különbözőek azok a lehetőségek, amelyek rendelkezésére állnak. Ugye ő ugyanúgy a tantestületnek része, és ugyanúgy a tantestületnek tagja. És hogyha mondjuk van egy tematikus hét, vagy az iskola névadójának a hete, ehhez kapcsolódóan ő, mint iskolai könyvtáros, fel tud ajánlani egy programot. És ugye nekünk ez volt a célunk, hogy a Tittelpál könyvtár is, ha tud mondani olyat, amikor azt mondja, hogy egy iskolai könyvtáros egy adott tanulócsoporttal 10 órától 12 óráig részt vesz a könyvtárnak ezen a rendhagyó óráján, az ugyanolyan fontos, mint hogy a magyar tanáré vagy a matematika tanárnak van úgymond egy rendhagyó órája egy adott tematikus héten.
És lehet, hogy néha az osztályfőnök is örül annak, hogy bevonja a könyvtárost, és ugye nem mindig az osztályfőnöknek kell eljönnie. Hát jöjjön el az iskolai könyvtáros, és mindenki boldog attól, hogy egy picit ki lehet jönni. Tehát valóban azt láttuk, hogy nagyon-nagyon örülnek ezeknek a lehetőségeknek, és be is tudják építeni, de megint csak azt kell mondanom, hogy iskolánként ez egyedileg változik. Miért? Azért, mert ezzel munka van. Óracserékkel jár, fel tudja bolygatni az iskolának az életét, külső helyszínre kimozgatni a tanulócsoportokat, az megint egy úgynevezett külön feladat. De ezt el kell érni, és nagyon nagy törekvések vannak, hogy valóban érvényesítsék azt, hogy ez is egy szakmai program egy adott héten a 10 közül. Most nagyon általánosságban beszéltünk ugye az iskolai könyvtárosokról, de hát te magad is nem véletlenül beszélsz ennyire lelkesen erről, hiszen iskolában mozogva és látva a kollégák helyzetét, de könyvtárosként is tudod képviselni mindezt, és együtt érző tudsz lenni. Megragadnám most az alkalmat. Mondd is el, hogy mi könyvtárosként és egyetemi könyvtárként mit tudunk tenni, mi az, amivel még segíteni tudunk. Hiszen mi azt érezzük, hogy nagyon igyekszünk, nagyon nyitottak vagyunk, bármiféle kezdeményezéshez a legjobb tudásunk szerint és emberileg is elkötelezetten csatlakozunk. Én ugye amiatt, hogy dolgoztam egyházi tudományos könyvtárban is, dolgoztam pedagógiai szakkönyvtárban is, és most tanárként vagyok, én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert látom mindkét oldalról azt a törekvést, hogy mindenki, a könyvtárosok is, illetve a pedagógusok is igazából keresik úgymond a kapcsolódási lehetőségeket, csak rendszer szinten nagyon nehéz megvalósítani azt, hogy gyerekeket elhozzunk tanulási időben akár a könyvtárba, vagy a könyvtárból bemenjünk egy intézménybe, de ez ugye egyáltalán nem rendhagyó, mert hogy például a színházak is, osztálytermi színházat, hogyha szerveznek egy iskolában, de azt tudni kell, hogy nagyon nehéz megvalósítani, mert akkor összevont órákat jár, teremcsere, stb., tehát fel tudja bolygatni az iskola életét. Az biztos, hogy szükség volna a párbeszédre, és még inkább közös programoknak a szervezésére, mert azért azt látom könyvtárosként, és megélve pedagógusként, hogy a pedagógusnak nagyon sokszor szüksége volna segítségre, és nem tudja, hogy hogyan tudná akár a tanóráit érdekesebbé tenni, vagy ha keresek egy információt, vagy milyen rendhagyó órával tudnám a délutáni órát, egy faktosokat, egy emelt szintű felkészítést, milyen plusz információt lehet adni mindazokban, ami az ő tárházában van. Könyvtárosként meg azt élem, hogy hát itt vagyunk, hát szóljatok, hát kérjetek. Mint könyvtáros tudnám, hogy ezt hogyan tudjam behozni a saját óráimra, vagy a versenyfelkészítésbe, vagy érettségire felkészítésbe. Tehát én egy emberen belül megélem azt, hogy párbeszéd, erre nagyon nagy szükség volna. És hát nyilvánvaló ezek a törekvések, amelyeket mi ezeken a műhelyeken, vagy szakmai kapcsolatainkban megtesszük, hogy közvetítjük a könyvtáros tanárokon keresztül az iskoláknak, hogy rendhagyó órát itt lehet tartani, van a barokk, akkor a saját szemével lássa, pont itt Egerben, ne könyvből nézzük már is, ne az internetről, hogy Mikeskelemennél az volt a teljesen az egyértelmű, hogy megnézzük az eredeti leveleket. Tehát, hogy ezeket a kincseket meg kell tudni úgymond mutatni a gyermeknek, és én tényleg egy személyen keresztül néha órán érzem, hogy fú, de hozzá lehetne könyvtáros vonalról tenni valamit. Könyvtáros én nem, meg azt látja, hogy ezt annyira jó lenne, ha a tanárok tudnák. Ezért dolgozunk, és mindaz, amit az előbb is felsoroltál, ezek a kezdeményezések ezért vannak, hogy közelítsük egymáshoz ezt a két területet. És akkor, ha már kicsit megnyíltál ilyen szempontból is, hogy igen, könyvtárosként és pedagógusként is hogyan találkozik benned, és hogyan segíti az iskolai könyvtárosok munkájának a támogatását, akkor ha arról mesélnél még nekünk, hogy a Tittelpál könyvtár a te életedben mit jelent? Az első találkozásom az még annak idején nyilván a főiskolai könyvtár, mert a könyvtárszakomat itt végeztem, illetve a magyar szakomat. És hát az első találkozás az nyilván mindenképpen az volt, hogy bejön az ember, és itt a tudásnak a tára, kölcsönöztünk könyveket természetesen. Ugye, amikor könyvtárszakos voltam, akkor az ember úgy benéz a kulisszák mögé, hogy már nem csak használom ezt a könyvtárat, hanem ott töltöttem a gyakorlatomat is, természettudományi könyvtárban. Tehát mindenképpen egy nagyon megnyugtató, egy szentélyhely volt. Aztán, amikor végül ide kerültem és elkezdtem dolgozni a pedagógiai intézet könyvtárában, akkor belépett az az aspektus, hogy a szakmai kapcsolat. Az egyetemi könyvtárral akár közös programokban, vagy dokumentumcserékben. Aztán akkor, amikor
igazából elkezdődött az, hogy a könyvtár az már nem csak az információszolgáltató, vagy akár hagyományos, vagy elektronikus dokumentumok szolgáltató helye, hanem egyre inkább kinyílt, hogy közösségi hely. Mikor egy zenei programra, vagy egy tudományos konferenciára elkezdtünk beülni egy fantasztikus térbe, a 112-es terembe, és akkor már az ember elmerül a zenében, vagy hallgat egy tudományos előadást, közben pedig elelmélkedik ott a csodálatos könyvespolcok között, akkor meg ugye nem az az elsődleges funkciója, hogy szolgáltató hely, hanem az, hogy egy csodálatos színtér. Szerintem akinek ilyen jó viszonyulása van könyvtárakhoz, hogyha meghallja ezt a szót, vagy elmegy a könyvtár előtt, akkor tudja, hogy az mindenképpen egyrészt inspiráció, másrészt pedig be tud ülni, és ott tud egyrészt gondolkodni, tudhat elcsendesedni, vagy pedig ha van egy program, akkor tud belőle töltekezni. Valahogy egy olyan hely nekem, hogy vissza tudok ahhoz találni, amikor úgy első emlékem van arról, hogy mit jelentett nekem a könyv. Azóta már változott a könyvtár, mert nem csak könyvért, hanem másért is bemegyünk egy könyvtárba, de hogyha én ide vissza tudok térni, akkor azt érzem, hogy elérte a funkcióját. És azért nagyon fantasztikus hely, én ezen már sokat gondolkodtam, hogy egyrészt alapfunkciójában maga a nyugalom, ahol az árad, hogy segítenek, az árad, hogy könyvek vannak körülöttem, vagy leülök a számítógép elé, és ott keresgélek. Máskor pedig nagyon mozgalmas, és mindenféle program van, akár nálatok én is már, a nőket segítő, támogató programtól elkezdve tudományos konferencián, ezeken, ha részt veszek, ugyanaz a hely, és mégis más. Tehát, hogy szerintem személyiségünknek a különböző részeit tudja támogatni. Amit pedig nekem még igazából jelent, amikor nagyon túlpörög az ember, akkor mindig az a vágyam, hogy mint úgy annak idején lenne időm, hogy úgy leül az ember egy könyvtárba. Nagyon hihetetlen, hogy tudja adni azt az atmoszférát, hogy lehet, hogy még 10 vannak a könyvtárban, én mégis tudok egyedül lenni a könyvvel, a gondolataimmal, a céljaimmal, és mozognak, jönnek, mennek az emberek, de mégis az ember tud töltekezni. Egy nagyon-nagyon különleges hely. Nagyon köszönöm neked mindazt, amit megosztottál, akár a szakmai, akár az egyéni gondolatvilágodból. Ezzel zárjuk a beszélgetésünket. Nagy szeretettel várunk egyébként az adventi koncertre majd decemberben, amit hagyományosan ugye a könyvtárosok szolgáltatnak, és ebben az általad is említett 112-es teremben, egy nagyon szép könyvtári térben igyekszünk még az ünnep előtt egy picit megállni. És ez is, mint oly sok rendezvényünk, abszolút nyilvános, úgyhogy mindenki mást is nagy-nagy szeretettel várunk ide. Mostani beszélgetésünk is jó példája annak, hogy a személyes találkozások hogyan hatnak a könyvtárunk életére, s viszont a jó szakmai együttműködéseink kapcsán hogyan mélyülnek el emberi kapcsolataink. Ennek jegyében búcsúzom a következő hónapig, amikor ismét jelentkezik egy újabb témával a Tittel Podcast. Eszterházi Podcast.